Sparky és a varázslatos zongora. Magyar hangok. Gerő Gábor, Kis Erika, Rosta Sándor, Cigány Judit. Magyar szöveg Berzsenyi Márta, hangmérnök Mihály János, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a VIT Videó kiadó megbízásából a Pódium Stúdió készítette. Zenét szerezte Lalo Schifrin. Sparky egy 8 éves kisfiú volt. Ahogy halljuk, most épp zongora órája van. Mamája óhaja szerint minden nap egy órát gyakorolt. Igaz, ő inkább baseballozott volna. Egészen addig, míg egy nap igen furcsa dolog nem történt. Sparky, ez ugyanolyan rossz, mint a múlt héten. Biztos, hogy minden nap gyakoroltál? Hát, tudja, én... Hát nem gyakoroltál, ugye, Sparky? Soha nem lesz belőled jó zongorista, ha nem gyakorolsz eleget. Gyakorolni kell, Sparky, gyakorolni. De Miss Piket, utálok gyakorolni. Nem utálnád, ha tudnád, hogy micsoda örömet is jelenthet a zene. Bárcsak megtudhatnád egyszer, milyen is az, amikor valaki remekül tud zongorázni. Úgyhogy a jövő héten ennél többet várok tőled. Igen is, tanárnő. Szerencsés vagy, Bész. Egész nap azt csinálsz, amit akarsz. Nem kell gyakorolnod se, semmit se. Gyakorolni, 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 mindig csak ezt hallom. Utállak, te zongora, hallod? Utállak! Igen, hallok, igen, Sparky. Ki volt az? Én voltam a zongorán. De te beszélsz? Igen, beszélek, és zenélek is. Te egyedül játszol? Micsodát? Amit csak akarsz, csak kövess szépen az ujjaiddal a billentyűnek. Csak rajta kell tartanom a kezemet a billentyűkön. Te megjátszol? Ezt nem hiszem el. Próbálj. Hát, na jó. Próbáljuk meg azt, amit a tanárnő játszik nekem néha. A forradalmi etüdöt, Chopintől. Chopin, Sparky, Chopin. Na jó, Chopin. Kezdjük! Van még Miss Piket? Nem, mama, már elment. De hát akkor ki játszott? Hát én voltam, mama. Sparky, ez nem tréfa. Szóval hol van Miss Piket? Elment, mama. Én játszottam. Esküszöm. Jól van, nagy okos. Akkor most játsz megint, megnézem. Rendben, mama. Valami baj? Jöjjön be a nappaliba. Sparky, játsz valamit Miss Pickettnek. Mit szólna a Fantasy Impromptuhoz? Chopin? Fantasy Impromptu? Ugyan már, Sparky. Mit gondolsz, menni fog?
Igen, Sparky. Kezét, az ujjai valahogy mindig megtalálták a helyes billentyűt. Úgy tűnt, mintha valóban ő játszana. Olyan izgatott volt, hogy azonnal elrohant Sparky papájáért. Márta, te megőrültél! De képes rá! Nézd csak meg! Ne, elrángatsz a munkahelyemről valami gyerekes tréfa kedvéért! Harry, figyelj! Maradj csendben és figyelj! Na jó, rendben. Gyerünk, fiam, kezdjet, hadd nézzem ezt a képtelenséget! Rendben, papa. Mozart címószonáta. Az nagyon jó lesz, Sparky! Sparky papája nem akart elhinni, hogy tényleg a fia játszik. Alaposan körülnézett, kereste, hogy honnan is jön a muzsika. Estén visszatért Miss Pickett is. Elsőként talán egy kis előadóterem is megtenné, mondjuk Pittsburghben. El tudná intézni? Igen, azt hiszem. Ismerek egy koncertszervezetet. Na, várjunk, csak várjunk. Miről van is szó tulajdonképpen? Sparky egy koncertturné? Harry, Miss Pickett szerint Sparky a legjobb zongorista, akit valaha is hallott. Így igaz. Sparky egy valódi zenei zseni. Egy zenei zseni? De hát hallottad játszani. Igen, de az csak egy darab, és... Az csak egy példa, hogy mire is képes. De bármikor eljátszik bármit, amit csak akar. Miss Pickett. Ő különleges, Harry. Kérlek, hallgass meg még egyszer. Na jó, de... Igazán kérhetsz tőle bármit. Na jó. Sparky! Igen, papa? Eljátszanád a... Nézzük csak... Chopin ciszmolkeringőjét, igen? Persze. Cismol keringő Chopin. Oké, Sparky! Thank you.
tudom, kitől örökölte ezt ez a gyerek, de el kell ismernem, hogy milyen figyelemre méltó. A papa végül is elhitte, hogy igazából Sparky játszik. Ellenére Sparky még csak egy kisfiú. Az egy dolog, hogy itt játszik nekünk a nappaliban, de mi lesz vele egy nagy koncertteremben? Egy nagy közönség előtt? Ki tudja, milyen hatással lenne rá? De Harry... De mi lesz az iskolával? Hm? Sajnálom, de egyelőre még iskolába kell járnia. Szóval az, hogy Sparky koncertturnéra járjon, szóba sem jöhet, kérem. Iskolába fog járni, az a neki való. De Harry... Kérem... Hölgyeim, részemről az ügyet lezártam. De a mama és Miss Pickett nem zárta le. Így elérkezett Sparky első koncertje Pittsburghben. A papa írtó dühös lesz, ha hazaér, és nem talál minket otthon. Ó, majd csak megbékél, ha a mai sikeredről hall. Később felhívom, és felolvasom neki a kritikákat. Egész biztosan jók lesznek. De én félek, mama. Remek leszel, Sparky. Miss Pickett és én is itt vagyunk veled, és itt van Vince is. Habár azt nem értem, hogy miért ragaszkodtál hozzá, hogy elhozzuk a saját zongorádat. Kaphattál volna itt egy igazi hangversenyzongorát is. Talán így még jobb lesz. Lehet, hogy így otthonosabban érzi magát, különben is. Soha nem hallottam még zongorát ilyen jó szólni. Legalább 100 ember van odakint. Csak azért jöttünk el erre a koncertre, mert a főszerkesztő ragaszkodott hozzá. Ugyan ki lehet ez a Sparky? Még soha nem hallottam róla. Ráadásul csak 8 éves. Már megint egy csoda gyerek. Nincs annál szörnyű, mint egy zongorázó kölyök. Zenekritikusnak lenni a National magazinnál semmi más nem jelent, csak unalmas estéket. Igazam van, Sam? Igazad. A szünetben úgyis elmegyünk. A szünetben úgyis elmegyünk. Ez neked szól, Sparky? Kezdheted? Menj csak, szívem. Rád várunk. Az első szám, amit eljátszom Beethoventől, a patetikus szonáta. Na nézzük, hogy öli meg Beethovent. Egy dolog van csak, amit ki nem állhatok. Egy csoda, gyerek! Oké, okay, kezdhetjük! Oké, okay, Nemi nap volt a mai. Egy 8 éves kisfiú, a neve Sparky, ámulatba ejtette a közönségét élete első koncertjén, melyről már az egész város beszél. Ez a kisfiú felér Horovitzal, Rubinsteinnel és korunk nagy zongoristáival, technikájáról és érzékenységéről rajongással beszélnek mindazok, akik hallották őt ma este. A megkérdezett muzsikusok többsége kétségbe vonta, hogy egy 8 éves gyerek így tudhat játszani. Mindazonáltal a világ minden részéről érkeznek koncertfelkérések. Biztos vagyok benne, hogy sorba fognak állni a jegyekért, főleg a többi zongorista.
Ezen az estén Sparky meghódította a közönséget. Csak Max nem volt hajlandó behódolni. Igaz, tegnap csak néhány száz ember jött el, de ma este már minden jegyet eladtunk. Tele vannak vele az újságok, ezreknek nem jutott jegy. Ez eddigi legnagyobb sikerünk. Fel kell hívnom Harryt, hogy elmeséljem neki. Nem érdekel, hogy mit mondanak. Vissza kell jönni az iskolába. Azt akarom, hogy szálljatok fel a következő gépre. Igen, mondjátok le a turnét, azt akarom. Igen. Ez így nem megy. Azonnal indulok, ahogy csak tudok. Találkozunk New Yorkban. Sparky következő koncertje Chicagóban volt. Brahms Ezdur keringőjét adta elő. Éves gyerek, aki így tudna játszani, ez csak valami trükk lehet, de majd én rájövök, hogy is csinálja. A koncert után Sparkyt egy nagy fogadáson ünnepelték. Ó, tündéri gyermek, elragadó voltál. El sem tudom mondani, mennyire élveztem a koncertet. Köszönöm, asszonyom. Kedves fiam, nem jönnél el hozzám holnap este? Adnék a tiszteletedre egy estét. Nyugas, Bénz! Ez igazán kedves öntő, ugye, Sparky? Bocsásson, meg én vagyok Sparky tanárnője. Mindenki, az égvilágon mindenki ott lesz. Igazán örömmel elmegyünk. Ugye elmegyünk, Sparky? Gyere csak, drága gyermekem! Aki csak számít Chicagóban, most ott lesz. Még a polgármestert is meghívom. Hát... Gyermekem, nem utasíthatsz vissza egy ilyen meghívást. Hát persze, hogy nem. Sparky? Gyermekem. Na jó, elmegyek. Talán maradhatok még egy napot, ugyanis csütörtökön Los Angelesben lépek fel. Sparky egyre népszerűbb kisfiú lett, és még soha nem volt olyan fogadáson, mint Chicagóban. Amikor eljött a hollywoodi fellépés ideje, az egész város eljött, hogy lássa. Még a nagy mozisztárok is. Egy óriási léghajó jelent meg az égen. Itt kaphatók a Sparky póló! Sparky pólót tessék! Mindenféle emléktárgy van! Pólót tessék! Hollywood legfontosabb emberei is szakítottak időt, hogy lássák. Még a hollywoodi csillagok is Sparky nevét írták az égre. Sparky Grieg Ábel zongora versenyét adta elő.
Miközben a papa otthon csomagolt. Autóval indult New Yorkba, ezért igyekeznie kellett, hogy időben ott legyen Sparky koncertjén a Carnegie Hallban. Repülőgépre szállt, hogy folytassa körútját. Mit hozhatok desszertnek, Sparky mester? Csokoládé és mondjuk pisztácia fagylaltot kérek, málna szemekkel a tetején, és magyarót is kérek, és rengeteg tejszíjabot, és a tetejére egy medgyet! Azonnal hozom. És ugyanezt kérem Beastnek is. A kutyának? Igen, a kutyának. Ő is az első osztályon utazik, vagy nem? Úgyhogy siessen, ha lehet, hiszen egy óra múlva leszállunk Bostonban. Sparky kevésbé volt már az a kedves kisfiú, aki régen, de a mama és Miss Pickett ezt természetesnek vette. Bostonban Sparky Liszt magyar rapszódiájával lépett fel a hatalmas koncertteremben. Ez alatt a papának útban New York felé elromlott az autója. Sparky viszont egy igazi sztárnak kiáró autóval utazott. Sparky következő állomása Cleveland volt, ahol Beethoven gyönyörű holdfény szonátáját játszotta. Sparky megérkezett New Yorkba, a Carnegie Hallba. Papája az utolsó pillanatban érkezett. Sparky már Schumann egyik örökzöld muzsikáját játszotta. Mint egy... Nézd, Harry! Rengeteg fontos emberrel kell találkoznunk. Na, jól van, fiatalember, vedd le ezt a nevetséges göncöt, bújj vissza a farmerodba, hazajössz velem! Nézd, apa, igazán beláthatnád, hogy ezt nem tehetem meg. Én egy zenei zseni vagyok, ha nem tudnád, és folytatnom kell a turnémat. Nem hagyhatom el a közönségemet. Te elkényeztetett kis béka! Ideje, hogy jól elfenekeljenek! Harry! Vége a szünetnek, Sparky mester! A papa nagyon dühös volt, de mégsem mehetett Sparky után a színpadra. Egyébként Vince sem engedte. Sparky egy különösen nehéz darabot játszott. A banjót Gottschalktól. A papa meg dühösen kivonult az előtérbe. A papa előbb bocsánatot kért Max-től, majd elárulta, hogy ő Sparky édesapja.
Ettől Maxnek támadt egy ötlete. Max rosszban sántikált. Szemmel addig ment, míg nem talált egy telefonkönyvet. Max a hangszerboltokat kereste. Szemet, aki mindig éhes volt, jobban érdekelték az éttermek. Az első zongora üzletben nem volt olyasmi, amit Max keresett. A másodikban sem. Max végül talált egy olyan zongorát, amilyet keresett. Eközben a Carnegie Hallban nyugodtan zajlott Sparky koncertje. Max feljegyezte a következő címet a hangszerboltosnak. Kennedy központ, Washington. Az előadás még mindig tartott, mikor Max és Sam visszaérkezett. Fognak hallani, ami soha ezelőtt zongoristának még nem sikerült. Chopin egy perces keringőjét játszom, csak hogy ezúttal fél perc alatt. Na, ezúttal túl messzire ment. Lehetetlen eljátszani egy perces keringőt fél perc alatt. Így igaz. Ó, Istenem, egészen bolondot csinál magából. Ez nyilvánvaló, nem tudja eljátszani. Ugye kezdhetjük? Azt mondtad, menni fog. Menni fog, de beszélni kell. Nem tetszik ez az egész. Most nem lehet, majd később megbeszéljük. Most játszanunk kell, mindenki erre vár. Na jó, de jobb lenne, ha egy kicsit megváltoznál. Már bizonyíték, most már hiszek magának. Azt hiszem, a fiam minnyájunkat átejt. Támogatom önt, és beleegyezem, hogy véghez vigye a tervét. Azon az estén, a koncert után egy tévéstáb érkezett, hogy interjút készítsen Sparkyval. Oh, Harry, olyan boldog vagyok, hogy végül is beleegyeztél, hogy Sparky folytassa a turnéját. Tudtam, ha egyszer hallod őt játszani, akkor... Hát, elvégre az én fiam is. És hogyha tényleg olyan jól játszik, úgy értem, ha tényleg ilyen jól tud játszani, hát akkor felőlem folytathatja. Hogy érted azt, hogy ha? Hallottad, nem? Majd meglátjuk. Elnézésüket kérem, azt hiszem kezdhetjük. Na, nézzük csak. Sparky, mi lenne, ha a hangversenyzongoránál készítenénk el az interjút?
az mégiscsak komolyabb. Persze, remek ötlet. Na, Sparky, néhány kérdést fogok feltenni. Úgy válaszolsz, ahogy jól esik. Csak ne izgulj. Én nem izgulok. Akkor jó. Az esti hírekben adjuk le. Úgyhogy jobb lesz, ha kezdjük. Jól van, fiúk, kész vagytok? Kezdheted, Walter? Jó estét. A Carnegie Hall színpadán állunk, ahol Sparky ma este Chopin egyperces keringőjét játszotta fél perc alatt. Mondd el nekünk, Sparky, hogy tudtad ezt megtanulni? Ehhez borzasztóan sokat kellett gyakorolnod. Egyáltalán nem. Ez nekem semmi. Tehát a világ összezongoristája állítja, hogy ez lehetetlen. Biztosan valami egész különleges technikával gyakoroltad ki ezt a gyorsaságot. Egész egyszerűen tehetségesnek születtem. De nehéz dolog az igazi tehetségről beszélni. Az ember egyszerűen csak szembe kerül vele. Nagyon keményen dolgoztunk Sparkyval. Én vagyok a tanárnője, Sarah Pickett. Nos, Miss Pickett, talán ön el tudja nekünk mondani, hogy lett Sparky ilyen fiatalon, ilyen kiváló muzsikus. Természetesen én mindent megtanítottam neki, amit tudok, hiszen tudja, hogy már majdnem 20 éve vagyok zongora tanárnő. Igen, kérem, és... Ön is olyan jól játszik, mint Sparky, Miss Pickett. Minden a gyakorlástól függ. Ha szabadna. Az édesanyja vagyok. Én gyakoroltattam minden nap. Már egészen kiskorában felfedeztem a tehetségét. És te mit szólsz ehhez, Sparky? Tényleg mindent a mamádnak és a tanárodnak köszönhetsz? Hát nem egészen. Az az igazság, hogy mindent egyedül értem el. Én önálló művész vagyok. Azt hiszem, erre születtem. És most, ha nem bánja, szeretnék átöltözni és visszamenni a hotelbe. Tudja, pihennem kell. Persze, hogy ne? Sparkyt láthatták tehát, a bámulatba ejtő fiatalembert, az új zenei géniuszt. Most pedig visszakapcsolunk a stúdióba. A zongorának rosszul esett, hogy rajta felejtették az égő szivart, és Sparky is inkább a hangverseny zongorához ült le. Ezért később megszólította. Sparky, Sparky. Igen? Beszélnünk kell. Beszélnünk kell. Miről? Már mondtam. Az útról, amit választottál. Miféle utat választottam én? A viselkedésem. A viselkedésem. A modorodról van szó. A modoromról? Elfelejtetted, hogy egyedül én tudok játszani. Igen, tudom, hogy te játszol. Legalábbis azt hiszem. Mégis engem neveznek zseninek. Talán az is vagyok. Talán tényleg tudok játszani. Talán bármilyen öreg zongorán tudok játszani. Íre a székre, Sparky. Jobb, ha ezt megbeszéd, te meg én. Most nem, talán majd inkább máskor. Épp a fagylaltozóba indultam. Másnap a zongora, amit Max rendelt meg, megérkezett a Kennedy központba, Washingtonba. Szerencse, hogy talált egy ugyanolyat, és hogy időben megérkezett Washingtonba. És nagyon remélem, hogy helyesen cselekszünk. Észre sem fogja venni a különbséget. Mi viszont megtudjuk, hogy volt-e valami trükk. Óvatosan, jobbra vigyék oda a színpadra. És mi van akkor, ha ezen is pont olyan jól játszik, mint a másikon? Ugyan már, dehogy fog. Csak várd ki a végét, majd meglátjuk. Max, én nem is tudom. Vissza akarja vinni az iskolába, vagy nem? Persze. De mi van, ha tényleg ilyen jól tud játszani? Bármilyen zongorán. Az egyperces keringőt fél perc alatt képtelenség. Ez csak is trükk lehet. És most végre minden kiderül. Majd meglátja. Max nem tudta, hogy Beans mindent hallott. És Beans okos kutya volt, így azonnal elrohant Sparkyért. Mi bajod van, Beans? Mi történt, haver? Van egy nagy raktár az épületben. Az lesz a legjobb, ha oda dugjuk el. Oda senki nem megy be. És van a kocsimban minden esetre egy nagy lakat is. Mm.
Mikor elmentek, Sparky belopózott, és gyorsan visszatolta a zongorát a színpadra. Aztán a másik zongorát levitte a raktárba, s még időben végzett, mielőtt visszatértek volna. Szerencse, hogy van önnél lakat. És csak egy kulcs van hozzá. Azt mondják, hogy minden jegyet eladtak ma estére. Egyszerűen nem tudom elhinni. Még az elnök is eljön, hogy lássa. Ugyan, nagy ügy. De Sparky, az Egyesült Államok elnöke. Ez lesz az év legnagyobb koncertje. Na jó, majd intézkedem. Egy nagy zenekart akarok ma estére. Azt hiszem, Rachmaninovtól játszom valamit, és én vezénylem a zenekart. Zongorázás közben. Ezen az estén egész Washington megjelent, hogy hallja Sparkyt. Az elnök is megérkezett motoros rendőri kísérettel és a titkos szolgálat embereivel. Őt Sparky követte egy limuzinnal.
drágám, ráadást kell adnod. Hallgass csak, hogy tapsolnak. Mi lenne, ha eljátszonád? Én döntöm el, hogy mit játszom. Békén hagynak! Hölgyeim és uraim! Most pedig eljátszok önöknek egy művet Mendelssohntól. Ó, nem fogsz! Ezt úgy érted, hogy nem fogok? Minden igen, nem játszom vele, én. De miért nem játszol? Muszáj! Megígérted! Én egy kedves pári nevem kis fiúnak ígérdem meg. De én vagyok Sparky. De már nem vagyok kedves kisfiú. Nem vagyok kedves kisfiú. Nem. Egy elborodott kis béka vagy. Ahogy úgy álmodtok. És én nem játszom tőled neked. Az nem lehet! Most mit csináljak? Ez csomó ember van itt! Ránk várnak! Játszanod kell velem! Ne hülyéskedj! Úgy is játszol! Tudom, hogy fogsz! Játsz! Zongora! Játsz! Nem teheted, hogy nem játszol! Szegény Sparky, lassan mindenki nevetni kezdett. Az elnök felállt és távozott. Játszol, Sparky! 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 Mondd csak, mit csinálsz? Tessék! Valami bajod van, fiacskám? Nem tudom. Azt hiszem, én nem is tudom, mama. Készülődhetnél a vacsorához. A papa hazajött, mindjárt eszünk. A papa. Beszélnem kell vele. Bocsánatot kell kérnem. Bocsánatot kérni? Miért? Én nem úgy gondoltam, hanem én... Hanem hogy? Mondd csak, miről beszélsz? Hát... semmiről, apa. Semmiről. Minden rendben van, fiam? Persze, apa, persze. Jól vagyok. Csak gyakorolnom kell még egy kicsit. Te gyakorolni akarsz? Igen, nagyon sokat kell gyakorolnom. Úgy akarok játszani, ahogy... hát, ahogy a tanárnő tud. Azt hiszem, soha nem fogom megérteni a gyerekeket. Teljesen megértelek, Márta. Zongora. Zongora? Sparky ismét gyakorolni kezdett. Én azt hiszem, hogy igazából ez nem volt egy csoda zongora.